Barátaim! Egy héttel ezelőtt, ilyenkor, én innen Budapestről indultam el Miskolcra, hogy csatlakozzam a munkát és kenyeret követelő menethez. Budapestiként, akikről vidéken gyakran azt tartják, hogy azok ott fönn Budapesten nem tudják, milyen itt az élet. Ez így van. Ismerünk számokat, hogy mennyiből kell embereknek megélniük. Ismerünk adatokat, hogy 4 millióan élnek létminimum alatt. De hogy milyen az élet ezeken a vidékeken, az csak azt tudja igazán, aki ott él. Miért, mi vitt hát rá mégis, hogy én is melléjük álljak? A válasz egy szó. Szolidaritás. A szolidaritás, amit a nagy francia forradalom idején úgy is hívtak, vagy úgy is mondták, hogy testvériség. Ahhoz, hogy szolidaritást építsünk, meg kell hallgatnunk egymást. Én ez alatt az egy hét alatt megértettem, hogy ez a menet, ez egy utolsó figyelmeztetés. Utolsó figyelmeztetés, mert olyan a helyzet, hogy nincsen már messze az éhséglázadás sem. Ez a menethez még csak táblákkal és kiegyenesített hólapátokkal csatlakoztak hozzánk. De hogyha a nyomor túlcsordul, akkor népeknek az árja fog ide a Kossuth térre özönleni. Testvéreim, én egy civil szervezettől jöttem, az Egymiren a Demokráciát Egyesülettől, amely a demokrácia védelmére jött létre. Mi közünk van nekünk mindehhez? Ott, ahol nincs kenyér, ott elsorvad a demokrácia. Ahol nincsen megélhetés, ott nem ér semmit a szabadság sem. Együtt kell tennünk ezeknek az értékeknek a megvédéséért. Munkát, kenyeret!